Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli. A távmunkáról és a digitalizációról sokat beszélgettünk, hát úgy néz ki, hogy alaposan felforgatták a munka világát, mert ugye vannak fantasztikus lehetőségek a vállalatok előtt a távmunka kapcsán, megjelennek olyan munkavállalók, akik nem abban az országban vannak, hanem másik országban. Vagy akár csak abban az országban, de mondjuk másik városban. Fejletlenebb régiók is be tudnak kapcsolódni, szóval számos érdekes változást is elindíthat ez. Erről fogunk beszélgetni Halász Erikával, a KPMG Senior Managerével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, szóval távmunka, meg hogy pontosan ez milyen irányba halad, meg hogy mennyien tartják, meg milyen arányban marad velünk, erről minden héten érkeznek előrejelzések, erről sokat beszéltünk. De az, hogy milyen társadalmi változásokat indukál ez, illetve hogy a HR szinten ez milyen kihívásokat jelent a cégeknek amiatt, mert könnyebb lesz például elszívni az embereket, elcsábítani, nagyobb lesz esetleg a verseny a jobb, a tehetségekért, illetve új társadalmi csoportok is bejöhetnek a kínálati oldalon, ezek jókora változások, ugye? Mi ezek közül a legfontosabb? Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a távmunka és a digitalizáció alaposan felforgatta a mindennapjainkat, ugyanúgy a magánéletünket, mint ahogy egyébként a munkában töltött időnket is. Először az volt látható, hogy a vezetők ebben abszolút problémát láttak, ma már azonban bátran kijelenthetjük, hogy ez a változás tulajdonképpen megoldó kulcsokat adott azokra a munkaerő piaci kihívásokra, amire már évek óta keressük ugye a lehetőséget, hogyan tudjuk kezelni őket. Lényegében most már a világ bármely országában lévő munkaerő kínálat elérhetővé vált, ugye egyik napon a másikra, de hogy azt gondolom, hogy ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy olyan hazai társadalmi csoportok elérését is lehetővé tette, akik a járvány előtt abszolút nehezen kapcsolódtak a munkavilágához. Például igen, tehát egy teljességigénye nélkül érdemes gondolni itt a kisgyermeket nevelő szülőkre, a leszakadt vagy elmaradt régiókban élőkre, a megváltozott munkaképességű munkavállalókra, vagy éppen akár a diákokra vagy pályakezdőkre is, ahol szintén látjuk, hogy egy jelentős munkaerőpiaci tartalék van még ebben a csoportban is. Uh-huh. És akkor ez összességében lehetőség, kihívás egyben, tehát ha jól értem, nagyobb a merítés, potenciálisan meg lehet szerezni tehetséges munkavállalókat, na de miután ezt mindenki látja, és a nálam dolgozók iránt is, de mindenki sokkal mozgékonyabbá vált, ez a nálam dolgozó tehetségeket is érintheti, és elszívhatják őket. Tehát egy ilyen gyorsabban mozgó munkaerőpiacra számíthatunk? Abszolút, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon gyors HR stratégiai átgondolásra van szükség, hiszen itt az látható, hogy az a munkaerő, ugye, aki nálam dolgozik, számára kinyílt a világ, hiszen akit eddig ugye csak azt tartott vissza, hogy nem szerette volna itt hagyni a családját, vagy a barátait, annak már ez sem gátja, ugye akár Magyarországról is tud külföldre dolgozni. Ezért fontos az, hogy átgondoljuk azt, hogy egyébként a Magyarországon elérhető társadalmi csoportok, akiket korábban nem tudtunk integrálni, nem tudtunk bevonni a munkavilágába, rájuk is gondoljunk, és gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk őket most ezek között az új keretek között teljes értékű munkavállalóként foglalkoztatni a jövőben. Igen, ennek általában talán ilyen digitalizációs, vagy hát ilyen elérési akadályai vannak, ugye, ahogy az oktatásban láttuk. Elérési akadályai, én azt gondolom, hogy elérési akadályai voltak eddig, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan akadály is volt eddig, amit a pandémia segített legyőzni. Ugye itt például beszélhetünk arról, hogy a megváltozott munkaképességű kollégákat nagyon sok munkáltató azért nem tudta integrálni, mert hogy nem volt akadálymentesített környezet, amiben ezt biztosítani tudta volna. Ma már ugye ez nem akadály, hiszen nem kell, hogy a munkavállaló bejöjjön feltétlenül az irodába, és ott dolgozzon, hanem tudom neki biztosítani azokat az egyébként minden munkavállaló által már megszokott digitális kereteket, amivel ő is teljes értékűen tud dolgozni, és egy munkahely teljes értékű tagjává tud válni. Stimmel, ez tényleg nagyon jó része ennek. Én most egy kicsit arra gondoltam, hogy
a leszakadtabb társadalmi csoportok, akiknek nincs internet elérése, vagy nincsen kiépített infrastruktúra, tehát ők azért ebből a szempontból hátrányban vannak. Abszolút, abszolút, és pont ezért ez egy olyan kérdés, vagy egy olyan feladat, ami minden érintett számára tartogat feladatokat, és ebbe beleértjük azokat az ösztönzői és szabályozói kereteket is, ahol érdemes ezeket átgondolni, és érdemes kormányzati szinten is, vagy állami szinten is gondolkodni abban, hogy mi az a szabályozói és ösztönzői feladat, amivel ezeknek a csoportoknak az integrációját tudjuk segíteni. És akkor itt gondolunk ezekre a képzésekre, támogatásokra, ami... Abszolút. Tehát ne csak egy mondás legyen az, ugye, hogy mindenkinek legyen internet a Magyarországon egyenlő esélyekkel, hanem tényleg megvalósuljon ez az egész. Így van, pontosan. Egyébként az érintettek tudnak róla, tehát ez ugye HR-esek nyilván tudnak, és erről sokat beszélnek, de például a kis településeken élők, hátrányos helyzetük, megváltozott munkaképességűek, például, hogy előttük most lehetőségek nyíltak, mert közben egy olyan felmérést is láttam, amiben arról volt szó, hogyha ők csak így szorványosan egy jelentkezik egy állásra, akkor ők azért általában hátrébb vannak sorolva, de hogyha azért megjelennek többen egy csoportként, akkor sokkal jobban figyelembe veszik őket a cégek. Igen, így van. Ezt látjuk a kutatások alapján, hogy az egyik fő feladat az lenne, hogy ezeknek a csoportoknak a képviselőit bátorítsuk arra, és tudatosítsuk őket abban, hogy pályázzanak a meghirdetett állásokra, mert így van, ahogy ez elhangzott, hogy a kutatások azt mondják, hogy minél több kisebbségi csoportban vagy hátrányos helyzetű csoportból származó pályázó jelentkezik egy adott kiválasztási folyamatban, annál nagyobb az esély arra, hogy kiválasztásra is kerüljenek. Csak egy példát mondva, például, hogyha a kiválasztási listában legalább két nő szerepel, akkor már 79-szer nagyobb az esélye annak, hogy nő kerül kiválasztásra egy adott pozícióra, mint hogyha egyébként akár csak egy nő szerepel az interjúk során. Uh-huh. A megváltozott munkaképességűeknél ott a részmunkaidős foglalkoztatás jellemző elsősorban. Az is változhat, hogy akkor esetleg ők emiatt, hogy könnyebben bevonhatók, nem kell annyit mozogniuk a munkába járás kapcsán, hogy akkor ők náluk ez az arány javuljon? Igen, ezeknél a csoportoknál, az a korábban felsorolt négy csoportnál, mind a négy csoportnál azt látjuk, tehát nem csak a megváltozott munkaképességűeknél, hogy van egy alapvető elvárása ezeknek a csoportoknak, mégpedig a rugalmasság. És a rugalmasság alatt értjük azt, hogy a helyben és időben történő rugalmasság, és akkor így ugye beleérthető ebbe a részmunkaidős foglalkoztatás is. Tehát, hogy ez egy abszolút minden ilyen munkavállaló, tehát ilyen integrációval küzdő munkavállalói csoportnál fontos lenne, hogy ez a rugalmasság ez megteremthető legyen. Tehát gondoljunk a részmunkaidőre, a 4-6 órában történő foglalkoztatásra, ami segíti ezeknek a csoportoknak a mindennapjait. Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy ebből a cégen belül nem lesz feszkó, amit kezelni kell. Hogy nekem be kell járnom, meg nekem azt mondják, hogy hibrid, héten kétszer maradhatok otthon, pedig maradnék többet. Bezzeg a Józsi, fontos volt, hogy fölvegyük Röcsögéről, elnézést, hogy most megfogalmazod az irigy munkavállalót? Mondhatjuk így is, de azért fölmerül ez a probléma, neki, nem? Hogy igen. Akkor hogy lehet ezt elsimítani, hogy ne legyen ebből, ne érezzék úgy, hogy akkor most hozunk be újakat mindenhonnan, mindenféle társadalmi csoportokból, de mi pedig úgy, akik itt toljuk a szekeret mondjuk 10 éve, velünk meg esetleg keménykednek, azért ez egy feszültségforrás, nem? Pozitív diszkriminációt kiállt a Gábor. Nem, az érdekel, hogy ez tényleg feszkó lehet ebből, hogy lehet kezelni. Abszolút, tehát, hogy szerintem igen, az irigy munkavállaló, de az abszolút létező munkavállaló az ami felvázolásra került. Fontos azt látni, hogy ugye ez egy kulturális kérdés, tehát, ugye korábban a Covid előtt két nagy csoportba lehetett azt sorolni, hogy miért volt nehéz ezeknek a csoportoknak. Az egyik pont ezek a kulturális gondolkodásbeli keretek, amik nem voltak adottak. A másik pedig azok a fizikai lehetőségek, ami ugye a korábban említett épületekkel kapcsolatos kihívások, vagy pedig pont a digitalizáció. Ugye ez az utóbbi, ez most leküzdésre került. Tehát a fő feladat az igazából most az lenne, hogy ezt a gondolkodásbeli változást
változást kezdjük el megértetni a munkavállalókkal azt, hogy miért is jó ugye, hogyha integráljuk ezeket a csoportokat. Fontos látni, hogy ez a fajta sokszínűség megteremtés az nagyon sok üzleti hatást is generál, tehát egyértelműen látszódik az, hogy ilyen sokszínű, változatos munkakörnyezetben, azon túl, hogy például sokkal jobban megértem a fogyasztóimat, az ügyfeleimet, akivel dolgozom, hiszen a vállalaton belül is sokfajta gondolkodás létezik. Azon túl egy innovatív közeg jön létre, tehát az egyetemen látható a kutatásokból és az elemzésekből, hogy azok a vállalati kultúrák, ahol változatos a munkavállalói közeg, az egy sokkal innovatívabb vállalat, sokkal előremutatóbb vállalati működést eredményez. Uh-huh. Oké. Okay. Jó, köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy ez így sikerül. Beszéltünk erről, így legyen. Igen, mert nagyon jó lenne, hogyha tényleg ezt minden érintett fél kormányzati oldal, tehát állami oldalról, céges oldalról és oktatási oldalról is észrevenni, és hát a hajlandóság is mutatkozna. Úgyhogy nagyon klassz. Igen. Köszönjük szépen, Erika. További jó munkát, szép napot. Nagyon szépen köszönöm. Halász Erikával beszélgettünk, a KPMG senior menedzserével, új társadalmi csoportok integrálásának esélyeiről a munkaerőpiacon.